Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, azon a csatornán, ahol próbáljuk a gondolkodásmódjukat egy kicsit más irányba terelni, és ahol próbálunk olyan dolgokra figyelmet felhívni, amelyek talán nem egyértelműek a főáramú médiából. Reméljük, hogy ezzel a mai műsorral is sikerülni fog. Én Reháker Andrá vagyok. Arról szeretnék beszélni, hogy egyre jobban látszik a jobboldali Megmondó emberek között egy Izrael ellenes, enyhén izrael ellenes vonal, ami egyelőre még ilyen búvó patakként van csak jelen, viszont több olyan helyzet is előállt most az utóbbi egy-két hétben, amiből kezdi az átlagember is levenni, hogy valami gyökeres probléma van, ami lehet, hogy töréseket fog okozni, legalábbis már egy pár törést okozott is. Ugye az első ilyen eset, ahol még talán még én nem voltam benne annyira biztos, hogy itt komoly probléma van, az Candy owens az esete. A déli Wire egyik nagyon sikeres podcasterje ő, aki beleillik úgymond a portfólióba, vagy beleillett, mert nem olyan régen kirúgták, bár úgy néz ki az egész, hogy közös megegyezéssel történt, de azért a körülmények arra utalnak, hogy nem annyira önkéntes volt ez a távozás, vagy az elején valószínűleg nem önkéntes volt. És ugye Candy Owens körül már több olyan botrány is kialakult az idők során, meg ugye pont már a legelejétől fogva is, ami arra utalt, hogy nem kifejezetten azért van a déli váj mert az egyik alapítója egy ortodox zsidó, aki nyilvánvalóan nagyon elfogult izrael -el kapcsolatosan. És hát lehet látni azokból a nyilatkozatokból, amelyek ez alatt a pár év alatt történtek, amíg együtt dolgozott a déli hogy nem volt a számára egyértelmű, hogy Izraelt mindenek fölött támogatni kell. Ugye az egyik olyan megnyilvánulása, ami nagyon nagy felháborodást keltett, az az volt, amikor Kanye West kifejezetten antiszemita kirohanásokat intézett a közösségi médiában, és Candy Owens a helyett, hogy elítélte volna, lényegében arra szólított fel mindenkit, hogy várjunk egy kicsit, mert nem tudjuk, hogy miért mondta ezeket, és legyen mindenki türelmes, majd ki fog derülni, hogy mi van a háttérben, ami miatt ennyire felidegesítette magát, és így tovább, akkor ugye elkezdődött a hosszú ideig tartó adok-kapok a közösségi médiában a Smúli nevű rabbival, aki alapvetően kifejezetten övön aluli ütéseket mért Candy owens és már olyan szintre alacsonyodott, hogy azzal már nem nagyon tudott senki egyetérteni, ettől függetlenül ugye látszott, minden áron be akarják bizonyítani Candy owens hogy antiszemita, és sajnos nem is nagyon sikerült neki ezt az imidzset megváltoztatni magával kapcsolatosan, mert egyáltalán nem állt bele azokba a morális kérdésekbe, amelyek kihozhatták volna ebből a helyzetből. Ugye annak idején a, az október 7 i támadások után ugyancsak ezt a semleges álláspontot vette fel, holott látszik, hogy még a enyhén liberálisnak nevezett Dr. Phil is, akinek ugye van egy tagsója, ahol ilyen nagyon is rázós témákat feszeget, még ő is egyértelműen kimondta, hogy az, hogyha valaki bemegy valaki másnak az otthonába, és megsüti a gyermekét a sütőben, meg válogatás nélkül mindenkit megöl, aki az útjába kerül, ott nem érdekel senkit, hogy miért csinálta, hanem az egyszerűen rossz és kész, és ezt el kell ítélni. Tehát ez egyértelműen látszott, hogy nem mindenki hajlandó erre, és Candice Owens se volt erre hajlandó. Nyilvánvaló, hogy amikor direktben rákérdeznek erre a kérdésre, az ilyen két lábon vagy két oldalon is sántikáló jobboldali megmondó emberekre, akkor persze, hogy elmondják, hogy nem támogatják a népírtást, meg semmiféle erőszakot nem hajlandóak támogatni, viszont ebben a mondatban nyilvánvalóan az is benne van, hogy a semmiféle erőszak az az izraeli ellentcsapásra is vonatkozik. Tehát magyarul nem mondják ki azt, amit egyébként ilyen esetekben ki kell mondani, hogy teljesen jogos az a dű, meg az az ellentámadás, ami indul egy ilyen cselekmény után. Tehát nem lehet ezt ilyen nagyon elmoralizálni, meg ilyen humanista módon megítélni, mert ugye vannak egyetemes törvényei az emberiségnek, amelyek a működését fenntartják, meg a létét egyébként biztosítják, és az egyik az ilyen, hogy azokat, akik orvul, gonoszul, előre megfontolt módon gyilkolnak, azokat nem szabad büntetés nélkül hagyni, mert ez egy olyan trendet, meg egy olyan folyamatot indít el a társadalmon belül, amit utána már nem lehet megfogni. És hogyha ember embernek farkasa lesz, akkor ezt már nehéz nagyon teljes pusztulás nélkül megúszni, tehát úgy, hogy maradjon abból a társadalomból bármi. Ezt ugye a nagyvilágbirodalmak is rendszeresen bizonyították, hogy ha egy kérdésben, egy nagyon alapvető erkölcsi kérdésben elementek egy bizonyos szint alá az engedékenységben, akkor azok a birodalmak, azok elpusztultak. És ezt meg lehet a történelemből vizsgálni ebből az irányból, szerintem nagyon-nagyon érdekes téma, és ugye az az igazság, hogy Candy Owens mennyire is szimpatikus volt nekem nagyon sok szempontból, amit mondott, akár az Ukrajnával kapcsolatos kérdésben, akár a feketékkel kapcsolatos kérdésben, ugye a Black Lives Matter, meg a fekete felsőbbrendűségnek a kérdéseiről, vagy a rasszizmusról ebben a témában. Nem lehet azt mondani, hogy egyértelműen pozitív figura, mert ugye ebben a témában, ahol ugye izrael kapcsolatosan merültek fel problémák, vagy izrael kapcsolatos témában kellett volna morális állásfoglalást tenni, ez nem sikerült neki. És az a baj, hogy ez a másik kedvenc podcasteremmel is megtörtént, most legutóbb, amint kifejezetten felháborodtam, és ez nem más, mint Tucker Carlson. Ugye Tucker Carlson nagyon sokat tett azért, hogy a szó lesz szabadság az erősödjön az Egyesült Államokban világszerte, és így tovább. Kiemelkedő partnere Elon Musknak abban, hogy mindenféle hang megszólalhasson például az X-en, és nyilvánvaló, hogy elég pénzt keres ahhoz, hogy ne foglalkozzon vele, hogy kik és miért próbálják elhallgattatni és beperelni. És nagyon sokáig tényleg úgy nézett ki ő is, hogy Morális kérdésekben azokat az oldalakat is meghallgatja, amelyeket mindenki megpróbál elhallgattatni. Tehát az például, hogy elment Putyinhoz interjút csinálni, az mutatja, hogy az újságírásnak a klasszikus módját próbálja vinni tehát nem ítéli el szónélkül első elnézésre mind a két oldalt, hanem oda ment és megkérdezte, és aztán levont egy következtetést, ami nem feltétlenül különbözik attól, amit egyébként a kiindulási pontban is már vallott, hanem egyszerűen ez egy, ez egy klasszikus oknyomozó újságírónak a módszere, hogy mindent meg kell vizsgálni, és meg kell nézni, hogy valóban igaz-e az a sok minden, amit mondanak arra az egy ügyre, vagy van ennek egy másik vetülete is. Tehát akár Carson ez egy példakép is lehetett volna sok szempontból, hogy ezeket a dolgokat megpróbálta a saját lelkismeretének megfelelően a legjobb tudása szerint intézni, viszont most volt egy olyan húzása, aminél elég komolyan elgondolkodtam azon, hogy vajon ő is nem -e áldozatul esik ennek az izrael ellenességnek, akármilyen burkolt is az egész. Ugye volt egy interjúja egy palesztin pásztorral, egy betlehemi, tehát a betlehemi keresztény pásztorral, aki egy palesztin egyébként, és az a csavar ebben az egészben, hogy arról beszélgettek, hogy milyen helyzetük van a keresztényeknek Izraelben. És ez az ember, akit meginterjú volt a taker, az október 7-i támadások után egyértelműen tettnek minősítette a Hamasznak a lépéseit, amit Izrael ellentette. Tehát az én számomra ez már megkérdőjelezi, hogy egyáltalán keresztény-e. Mert egy keresztény a gyilkosságot, meg az erőre megfontolt erőszakot nem tekintheti jónak. Az, hogy valami jogos, az, hogy valami, valamivel szemben Egyértelműen következik, vagy az önvédelem, az megkövetel dolgokat. Az is sok szempontból a keresztényeknél is vitás, hogy mi minősül ennek. De az, hogy egy ilyen jellegű terrorcselekményt, ami egyértelműen népírtás, ezt hősiesnek minősítsen, azt mutatja, hogy nem keresztény. Tehát mi például elsősorban menyei állampolgárok vagyunk keresztényként, és másodszorban vagyunk magyar állampolgárok. De ez azt jelenti, hogy a magyar állampolgárságunk az igenis nagyon-nagyon erős. Viszont amikor a magyar állam a keresztény mi voltunkat megkérdőjelezi vagy üldözi, abban az esetben a keresztény mi voltunk az sokkal erősebb. És ebben a kérdésben ez a palesztén nem tudta ezt megugrani, ezt, a, ezt a, a lécet, hogy úgy mondjam, hanem egyértelmű volt, hogy az ő palesztén néphez tartozása az sokkal erősebb a számára, mint az, hogy ő egyébként hívő. A kettő nem zárja ki egymást, meg kell, hogy mondjam, hanem az, hogy valaki keresztény, az egy bizonyos morális értékítéletet garantál, mert az ember olvassa a Bibliát, és annak alapján ítéli meg egy bizonyos esetben, hogy ami történt, az jogos volt, vagy egyáltalán megfelelte a bibliai normának, és ez a legtöbb esetben alapvetően nem veszélyezteti azt, hogy az ember egy bizonyos országhoz tartozik, de nagyon is látszik, hogy például egy muzulmán országban borzasztóan nehéz kereszténynek lenni. És akkor ez az ember, akiről én mondom, nem tartom kifejezetten egy helytálló megjegyzésnek azt, hogy a keresztény, elmondta Takel Carsonnak, hogy Betlehemből eltűntek a keresztények, Gázából eltűntek a keresztények, és így tovább. Tehát tett egy csomó állítást, ami viszont azért borzasztóan gonosz, mert hogy ezek a területek, amiről szó van, ezek nem Izraelnek a fennhatósága alatt állnak, hanem palesztin fennhatóság alatt vannak, tehát akár Cisziordániában, ha nézzük, vagy Gázát például, tehát Gáza nem izraeli fennhatóság alatt létezett, nagyon-nagyon sokáig még most sem, tehát Izrael kivonult Gázából, és az, hogy vizet, meg áramot, meg üzemanyagot szolgáltat az ellenségeinek, az lényegében nem a fennhatóságot jelenti, hanem Gázában a Hamas fennhatósága alatt volt minden, Cisjordániában pedig egy-két telepet eltekintve, egy-két telepet leszámítva, a Fatahnak meg a palesztin hatóságnak a kezében van a fennhatóság, tehát pont az a lényeg, hogy ezek ilyen beékelődött enklevék Izraelen belül, ahol nem Izrael szabadönt, dönt, hanem ott van önkormányzat lényegében. De úgy állították be az egészet, hogyha Izrael teljes egészében elnyomná a keresztényeket mint hogyha nem lehetne, tehát veszélyes dolog lenne Izrael területén kereszténynek lenni. És akkor felteszem én a kérdést, hogy Tucker Carlson a hatalmas oknyomozó újságírói hozzáállásával, meg az igazság iránti szeretetével, amit próbált bemutatni nekünk a Putyin interjúval például, vagy azzal, hogy nem kendőzött el dolgokat, amikor még a Fox News-nál volt mindenféle pozíciókban, hanem pontosan azért, mert kimondta az igazságot, az lényegében a Fox News-nál a fejébe került. Ezt miért, miért, hagy fel most ezzel? Hogy miért kell manipulált információt a több millió megtekintője elé tárni, akik egyébként hajlamosak arra, hogy ezeknek az embereknek a szavait is mindenféle szűrő nélkül nyelik, mert hogy lényegében ő a Tucker Carson. Ezért mondom én mindenkinek, akivel beszélek, hogy alkosson mindenről saját véleményt nem kell senkinek a véleményét szűrő nélkül elfogadni, hanem igenis, ha érzik, hogy valami probléma van, nézzenek utána. Egy csomó angol nyelvű irodalom van, rengeteg sajtótermék van, ami nem százszerzelékosan elfogult, de hogyha tényleg csak egy forrásból tájékozódunk, akkor óhatatlan, hogy annak a forrásnak az elfogultsága az át fog jönni mindenen, amit egyébként hallunk, vagy olvasunk, és akkor egy idő után, ha magunkével tesszük, utána már azt gondoljuk, hogy ez a valóság, de ez csak valakinek a nézőpontja, és ugyanez igaz az én csatornámra is. Én mindenkinek elmondom, hogy bibliai világnézet alapján elemzek különböző dolgokat, és a biblia által kimondott igazságok alapján ítélünk meg különböző helyzeteket, különböző szituációkat, amivel lehet vitatkozni, de egyáltalán nem állítjuk, hogy ez a kinyilatkoztatott igazság, amit én mondok, és akkor ez, ez, mindenek fölött megáll, hanem igenis alkossanak saját véleményt róla. Én örülök neki, hogyha gondolkodásra tudom önöket késztetni, de ha nem, akkor attól fog tovább menni ugyanúgy ez a csatorna is, meg az önök élete is. Az, hogy mi lesz a kimenetele, az meg majd mindenki számára a végén bebizonyítja, hogy kinek volt igaza, de attól még tudunk egymás mellett normálisan létezni. Viszont akinek ilyen tömeghatása van, mint Tucker Carlson, akinek a videói 10 millió megtekintésekkel lehet látni az X-en, nem teheti meg, hogy az objektivitásból, meg az oknyomozó újságírónak a becsületességéből egyszer csak átmegy egy ilyenbe, hogy manipulált információt tár az emberek elé, és aztán utána, amikor kiderül, hogy nem igaz, akkor ugyanazt csinálja, mint a Washington Post, meg a többiek, hogy a következő, mit tudom én, két hétben, ilyen apró betűvel valamelyik rovatnak az alján, amit nem olvas a kutya, Oda odaírják, hogy ez és ez nem volt igaz, és, kész, és de nem fogja tudni senki, hanem azt az alapvető első nagy interjút fogják mindenhol bemásolni, azt fogják mindenhol idézni, és közben hazugság, tehát nem igaz. És pontosan ezért vagyok nagyon-nagyon csalódott, és fel vagyok háborodva, mert nem teheti meg egy ilyen ember. És főleg azután, hogy megpróbálja elhitetni velünk, hogy egyébként ő próbálja az igazságot kihozni. Ő azt akarja most, egyértelműen látszik, hogy Izrael ne kapjon semmiféle támogatást. Az a cél, ezt egyébként talán el is mondják abban az interjúban, nem volt gyomrom végighallgatni, hogy Izrael ugye. Fegyvertámogatást kap különböző országoktól, ott van a Vaskupola, tehát vannak megállapodásai Egyiptommal, Jordániával, Szaudarábiával, az Egyesült Államokkal, és így tovább. Tehát kap segítséget, anyagi segítséget is elvileg kéne, hogy kapjon. És akkor ugye Takel mint a keresztényeknek a nagy képviselője, most megpróbálja bebizonyítani, hogy Izrael pedig elnyomja a kisebbségeket. De hát az a baj, hogy ez nem igaz. Én kereszténként nem egyszer töltöttem. Heteket Izraelben, és soha nem éreztem úgy, hogy az, hogy én keresztény vagyok, az nem lehet nyilvánvaló mindenki számára. Egyáltalán nem érdekli őket. Az a helyzet, hogy semmiféle atrocitás nem ért, sőt, az, hogy keresztény vagyok, az jó Izraelnek, mert hogy motivált vagyok, hogy elmenjek olyan helyekre, ahova egyébként a szomszédom, aki nem olvas Bibliát, so az életben be nem tenné a lábát. Nem is érdekli Izrael, mert lehet, hogy ellátba elmegy, mert ott tengerpart van, meg jól lehet szörfözni, de egyébként az, hogy elmenjen Galileába, nem érdekes a számára. Még Jeruzsálem lehet, hogy érdekes, mert az egy kuriózum, de ettől függetlenül nem az első úti célja, hanem inkább mennek Majorkára meg Tájföldre. Tehát az, hogy én keresztény vagyok, az rengeteg bevételt hoz Izraelnek, mert én engem érdekel, ráadásul támogatom őket, mert benne van a Bibliában, és ezt ők is olvassák, mert az Ószövetségben van hogy áldott az, aki áldja Ábrahámot, tehát nem bolondultak meg, és ráadásul, hogyha valaki megnézi, hogy hogyan működnek egyébként Izraelben a politikai pártok, nem csak a keresztényeknek, hanem az araboknak is van képviseletük az izraeli parlamentben. Tehát az, hogy valaki keresztény, az nem egy minőség, az egyáltalán nem problémás a számukra. És mondom, örülnek nekünk. Amikor az első futást végrehajtottam a Jeruzsálem maratonon, oda jöttek hozzám, és hogy, hogy mennyire hálásak, hogy elmegyek oda futni. És senkit nem érdekelt, hogy keresztény vagyok, pedig egyértelmű. Tehát az az igazság, hogy ezek a manipulációk, ezek semmiféle pozitív hatással nincsenek, és nagyon problémásnak tartom, hogy tömegbefolyással rendelkező magukat konzervatív jobboldalinak mondó emberek akik úgymond keresztények, mert a Candy Owens is rendszeresen elmondja, hogy, mi, hogy ő hívő, és hogy Isten mennyit segített neki, hogy ezek ilyen szinten szembefordulnak Izrael-el. Ez nem működött a reformációkor sem, a mai napig nem működik az evangélikus egyházban. Ugye Luther a végén, mikor bedühödött Izraelre, létrehozta Hitler számára azt a pár pontot, ami alapján végrehajtották a holokausztot, tehát ez egy botránykő, és ezen megbotlani, sajnos nagyon-nagyon nagy kockázattal jár. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, vigyázzanak magukra, és szerdán jövök majd újra. Addig is minden jót a viszonthallásra.